Ivóvíz szállítmány és mindennel felszerelt mentőautók Ukrajnába juttatása, tartós élelmiszerből álló segélyszállítmány Kárpátalján élő belső menekültek számára, háborús övezetben élő gyermekek magyarországi üdültetésének megszervezése. Ez mind a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elmúlt éves mérlege, akik már a háború kitörése óta segítik a bajba jutottakat. A vegyes kamara eddig 20 mentőautót juttatott Ukrajnába. A felszerelésükhöz pedig magyar cégeket kért fel. Az, hogy segítettünk, az nem volt kérdés, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelessége a nehéz helyzetben levő embereken segíteni, és ez a szituáció, ami itt van a szomszédunkban, ez rendkívül szomorú helyzet. Több mentő a dél-ukrajnai Odesszába került. A Fekete-tengeri várost gyakran éri orosz rakétatámadás, ezért jól jön minden életmentésre alkalmas eszköz. A segítséget videóüzenetben köszönték meg az ukránok. Orvosi kollektívánkkal, a pácienseinkkel és a sérültekkel együtt hálánkat fejezzük ki magyar partnereinknek ezért a mentőautóért. Ennek segítségével nem csak ellátni tudjuk a sérülteket, de a védőinknek az életét is meg tudjuk menteni, ha időben a kórházba szállítjuk, evakuáljuk őket. Ezért ez az autó az evakuálásban fog részt venni. Nagyon hálásak vagyunk érte, mondta az odesszai illetékes. A gépjárművet elsősegélyre, illetve a sérült határőrök rehabilitáció használják majd. Vittünk 20 mentőautót, 3 kamion vizet a kahovkai gátszakadás áldozatainak, egészségügyi felszerelést, élelmiszercsomagokat, ezt mind kárpátai és áttelepült menekülteknek, és tavaly sikerült az OTP segítségével egy gyermeküldetési programot is véghez vinnünk, amiben a humanitás alapítvány volt a segítségünkre. A gyermeküldültetési program idén is folytatódott. Legutóbb Melitopolból Zaporizsjába kimenekített gyermekek magyarországi üdültetésének megszervezésében segített a kamara. Nyár végén 50 fiatal mehetett a Balaton felvidékre, különböző felajánlások jóvoltából. Az utat a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kárpátaljai Magyar Konzulátusok is támogatták. Az volt a kérés, hogy a városból kimenekített gyermekeknek biztosítsunk valami olyan lehetőséget, ami lehetővé teszi a kulturált nyaralásukat, kulturált pihenésüket, és kiszakítja egy kicsit őket abból a környezetből, ahol gyakorlatilag naponta érik őket sok hatások. Magyarország továbbra is segíti a bajba jutott kárpátaljai magyarokat és ukránokat. A különböző segélyszervezetek, illetve civil kezdeményezések szállítmányai szinte napi rendszerességgel lépik át a magyar-ukrán határt.